Ma elsőként a Szatmár megyei Szárazberekre utazunk a disszidensek csoportjával, majd egy délvidéki magyar falucskában Kevin emlékezünk az 1848-as forradalomra. Ezután megismerhetik napjaink legnépszerűbb felvidéki magyar íróját, Szomolai Tibort, végül pedig részt veszünk a székelyek legőrültebb téli ünnepén, a Hargita fürdőn rendezett Kerge olimpián. A magyar-román-ukrán hármas határ mellett fekvő településen, Szárazbereken fogadta a Szatmár-Németi Híd Egyesület azokat, akiknek családja politikai nyomásra disszidált, viszont a haza iránti szeretettől vezérelve visszaköltöztek Magyarországra. Én azt gondolom, hogy mindenképpen példaértékű a mai fiatalok. Nak sem lehet azt megtiltani, hogy kalandvágyból vagy bármilyen másokból külföldre menjenek, de reményeink szerint ő általuk meg tudjuk azt mutatni, hogy van élet a kinti kalandozások után is, és meg tudjuk nekik azt mutatni, hogy vannak emberek, akik a sikereiket és a kinti jólétet feladva, illetve itthon hasznosítva a szülőföld szeretete miatt hazatérnek. Az úgynevezett disszidens csoport most először látogat közösen a Külhomba. Megkoszorúzták Bocskai István mellszobrát, majd megtekintették a szárazbereki református templomot, amely a Romániához való csatolás után is a magyarság megmaradásának fontos bástyája maradt. A trianoni határhúzások következtében hirtelen az ország közepéből, mondjam úgy, hogy Párcium szélére, Magyarország legkeleti pontjának a túlsó oldalára kerültünk. A szárazberkiek vendégszeretetüket nem csak a helyi gasztronómia, hanem a néphagyományok bemutatásával is bizonyították. A Hármas Határ Egyesület pótolja a magyar iskola hiányát a településen, identitás őrző és közösségépítő foglalkozásokkal. Éppen ezért örültek a világ különböző részeiről az anyaországba hazaköltözött vendégeknek. Az ő arcuk köszön vissza a Magyarország Barátai Alapítvány által kiadott Visszidensek című könyv borítójáról, amelyet most először mutatnak be a Külhomban. Ebben a könyvben nem csak egy személyes élet története elevenedik meg, hanem két-három generáció története. Tehát az apák, a nagyapák, van, akinek a dédnagyszülei hagyták el Magyarországot, és a dédunoka döntött úgy, hogy hazajön Magyarországra. A formabontó könyvbemutatón a kötet szereplői meséltek arról, hogyan tudtak egy idegen világban születve távol a hazától is megmaradni magyarnak. Szekeres Szabolcs 6 éves korában került Argentínába, ahol egy kis magyar kolóniában éltek más magyar családokkal. Később, amikor én Amerikába kerültem, akkor nem voltak ismerettségeim, de rögtön rátaláltam a magyar cserkészekre New Yorkban, és akkor csatlakoztam hozzájuk. És akkor viszont már úgy éreztem, hogy most már én elég idős vagyok hozzá, hogy most visszafizessem azt, amit én kaptam gyerekkoromban. Úgyhogy akkor én aztán alapítója voltam a New York-i magyar hétvégi iskolának, meg cserkésvezető is voltam. Minket egyszerűen úgy neveltek, hogy mi magyarok vagyunk. Ahogyan az a Visszidensek könyvből is kiderül, 10 000 kilométerre az anyaországtól sokan még intenzívebben élték meg magyarságukat, mint akik otthon maradtak. Az erős identitásnak köszönhetően pedig a rendszerváltozás óta egyre többen vágynak vissza a magyar hazába. Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában milyen erős ereje van, milyen nagy ereje van ezeknek a néptáncegyütteseknek, közösségformáló ereje van. Ott ismerkednek meg egymással a magyar származású fiatalok, és ezekből kapcsolatok születnek, házasságok, gyerekek, unokák, stb. És ezek jönnek haza. Külföldre szakadt honfitársaink és leszármazottaik egy idő után mindig elkezdik keresni magyar gyökereiket, és ha megtalálták, büszkék is szeretnének lenni rá. Ezért különösen fontosnak tartja a Szatmári Híd Egyesület, hogy a visszatérésről és azokról az erőkről beszéljenek, amelyek szülőföldön tartják vagy visszahívják a fiatalokat. Hamarosan a 48-as forradalom hőseire emlékezünk egy délvidéki színmagyar kistelepülés közösségével.